A baleset a Vasút út és a Baross út között történt. A szolnoki hivatásos tűzoltók mintegy 50 utas biztonságos leszállásában nyújtottak segítséget. Az utasok az állomáson várták, hogy folytathassák útjukat. Az esethez a társ hatóságok is kiérkeztek. Ez a helyi férfi úgy tudja, az utas túlélte a balesetet, azt mondja, nem figyelnek oda az emberek, és ezért következnek be hasonló balesetek. Szerintem az történhetett, hogy egy óvatlan pillanat történt az egész, csak semmi más nem történhetett. Egy óvatlan pillanat. A leszállásról az nem lehetett volna gond, mert megáll a vonat, eleve nem lehetett volna gond. Ez vagy átjön a sínek, vagy átjön a síneken, vagy úgy jött át, hogy egyből a vonat nem vett észre, és elgázolt azon, és nem tudott fékezni annyira a vonat, sajnos.